Az érdekeltek ingyenes szívultrahangra, tüdőszűrésre és pajzsmirigy vizsgálatra is jelentkezhettek. Olyan szolgáltatást is adunk máma az EKG mellett, illetve az ultrahang, illetve a röntgen mellett, hogy az állkapocs röntgeneket is ingyen ma elvégezünk pár embernél, ami nehezen elérhető és elég drága dolog, ami a fölnőtteknek különben nem jár, de megelőzés céljából, tehát hogy nehogy gyulladás legyen fogaknál, illetve az állkapocsba, ezért ezt is elvégezzük ma. Mintegy 120 polgár vett részt az ingyenes megelőző vizsgálatokon, amelyeket ezentúl minden hónapban megszerveznek. Azért jöttem, hogy megvizsgáljanak, és akkor, hogy az egészségemet meglátjuk, hogy megy, vannak néha problémájaim, és akkor hát ez a kivizsgálás szerintem jó jön mindenkinek, hogyha így van alkalom. Az új digitális röntgengép képes a bronhitis és a tüdőrák diagnosztizálására is. Környékben szerintem egy legjobb gép, röntgengép, tehát a grafikailag az összes, ami azt a csinálja, meg a diagnosztifikálás, meg minden tehetsége a gépe, fantasztikus. Megmondhatom, hogy nagyon meg vagyunk elégedve, gyorsan lehet vele dolgozni, és nagyon precíz a diagnosztifika rajta. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a betegek 30-40%-ánál gyakran előrehaladott stádiumban fedezik fel a tüdőrákot, mivel a betegek későn jelentkeznek az orvosnál.